Szóval egyszer szívnának Kolumbiába kokaint, és rájönnének, hogy ez semmi más, hogy koffeinporral felütött amfetamin, amihez még egy kis valkolatot is kevertek. Szóval, hogy, hogy előjáróban már... Édes hármas. Édes hármas. Egyedül unalmas beszélgetni. Ketten nasz! Na de hárman? Édes hármas. a Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9-en a hárman párban, mai vendégeim pedig Nagy Katica színművésznő, illetve Dic Gusztáv színész, én elsősorban ezt sorolnám föl, illetve küzdőharcos, hogyha a múltját tekintjük. Kezdjünk egy, kezdjünk egy napi témával. Ha jól emlékszem, Katica, te azt mondtad, hogy az első emlékek egyike, amikor három évesen a kocsi hátsó ülésén ültél, betakartad magad pokroccal, és féltél, mert háború volt. Igen. Mi van akkor most? Hát... Uh, Déjà vu? Igen, 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 és uh, érdekes, uh, hogy uh, anyukámmal pont beszéltünk valamelyik nap, hogy ő pont akkor volt velem terhes, amikor a Délszláv háború uh -huh. volt, és azt mondta, hogy lehet, hogy így visszajönnek az emlékek magzatkorból, vagy ez egy ilyen furcsa, furcsa dolog, de, de simán lehetséges. Igen, egy interjúban mondtam ezt, hogy uh, hogy nyaralni mentünk, Igen. és, és akkor, is, akkor is háború volt, és ha jól emlékszem, a hátsó ülésem voltam egy pokrócba becsavarva, és emlékszem még, ez egy ilyen számomra fontos részlet, hogy volt nekem egy ilyen nagyon kedvenc, nagy rózsaszín pokróc, amit otthonról hoztunk el, de hát nyilván rettegtünk. Tehát Aha. Ez, ez soha, egy... soha nem jó Egyébként Egyébként te így apaként, meg férfiként ezt hogy éled meg? Vagy így? Nem engedett, hogy ellepjenek a hírek, és otthon így kizárod magadból, vagy, vagy csak így a fölét, a habot leszűröd, hogy mi lehet az igazság? Én nagyon határozottan próbálok ettől, a, hogy mondjam, amennyire lehet távol maradni, uh -huh. a, és a családomat is távol tartani. ettől az egésztől van erről egy is elképzelésem szerintem, hogy, hogy ez hogy néz ki ez a dolog. Nem feltétlenül szeretném megosztani senki a vitatkozni, és szeretnék igazából erről. Uh -huh. Amennyire lehet, próbálom ez ilyen napi hírektől. Legyen az most háború, legyen COVID, legyen bármi. bármi én, én amennyire lehet távol vagyunk itt. Ha te első emlékeidet próbálom felkutatni, akkor az egy diófa a nagypapáddal, és, és ott tanított téged. Hagy, hagymát már tenni, vagy van? -e? Hát igen, végül is, hogy ahogy kanyarintjuk a kenyeret, a, a hozzá a szalonát, a hajmával. Igen, nekem szerencsére nagyon békések a, az, az ilyen... Nem, el, egy ilyen pokrocos átsúlyozás. semmiféleképpen nem, hála Istennek, szívesen is gondolok vissza rá. Hát most már lassan, ugye én vagyok a nagypapa korban nőnek <laughs> a, a jányaim, tényleg például a percekre vagyunk attól, hogy egyszer csak bekopognak, hogy a... a Csajok ki jöhetnek-e játszani? A, hát igen, igen, múlnak, múlnak a gyermek évek, van, amire szívesen gondol vissza az ember, és hát olyan is van, amire kevésbé. Ami kevésbé. Kilenc évesen, Katica, te már szinkronizáltál. Tehát ez, ott azért már azok a nagyon szívesen mindenre, de arra is szívesen gondolsz vissza. Igen. Aztán így elindult a sodrás, aztán volt... De a szinkronizálás 9 évesen az valami csoda lehetett? Az, az, azért volt érdekes, a testvérem is szinkronizált, ő akkor volt hét, tehát ez oh. is egy nagyon érdekes emlék, hogy a Blanka, ő ott tanult meg olvasni. Tehát, hogy ott, ott nagyon sok mindent tanultunk így a nyelvről, vagy a vagy a nyelvhasználatról menet közben. Szóval ez is egy ilyen nagyon, nagyon kellemes emlék. Hát nagyon nehéz szakma szerintem a szinkronizálás, tehát egy gyerektől óriási koncentrációt igényel, össze kell egyeztetni három különböző dolgot, ami, ami ott feltétlen nem ment, de nagyon, nagyon fejlesztette ezt a koncentrációs készséget így hosszú távon szerintem. Uh -huh. És akkor az egyetem alatt, tehát a gimnáziumig végig tudtam csinálni, és akkor az egyetem alatt abba kellett hagynunk három évre, és egy pár éve tudtam visszacsatlakozni ebbe. A gimit még annyira ne dobjuk el neked. Mit mond az a szám, hogy 158? Milyen értelemben? De egy 158 van, mi ugrik be. Azzal a sorszámmal jelentkeztél a Kéti Peri. Aha. Hát én ezt, ezt, nem tudtam volna megmondani. Abba, igen, amikor ezt 15 Aha. évesen egy teljesen biztos igen. határozott lány, vagy, vagy fiatal lány. Hát ahogy így nézem, nagyon édes, ha már így az édes. Ahogy igen, ez a ülünk. Többet rólunk, magunkról. Igen, nagyon durva. Tehát, hogy meg nem tudtam volna mondani. Azt igen. hittem, hogy ez valamilyen beugrató Vérnyomás, történelmi vagy, kérdés. Vagy... Vissza buszon gondolva, ott Budán, ahol nőttem gyerekkorom, ott járt a 158 as és azon gondolkodtam, hogy ez milyen iskolát érintem. Igen, igen. Az, hát, az, volt a sorszám, és ez egy édes videó egyébként, hát hogy próbáltad meggyőzni a spárgáztál, kézen átfordult a éneket, tehát te mindent elválaszt, csak oda juss, két iperi között. Igen, szere, szeretnék olyan lenni, mint amilyen akkor voltam, vagy néha én is így megnézem azt a videót, hogy mennyire ilyen, ilyen naív, aranyos lány, aki így, így megy, és, és, ott nyüzsög, vagy így próbál mindent, minden, minden te, megmutatni, hogy mivel lehet bekerülni egy videóklipbe. szerint. az, hogy egy gyereknek, hogy ez, hogy ilyen módon, hogy a az teszed, és hogy, 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 hogy elér, megtanítod őt a gyereknek gyerekkorában elérni az álmait, az szerintem is szülőként talán a legtöbb, amit egy gyerekért tehetsz, nem? Abszolút, meg hát az, hogy egyedül odaállsz egy kamara jelni és fölvállalod azt, hogy te, igen, Te most itt, itt bizonyítani hát akarsz. Hát figyelj, engem mindig bátorítottak, tehát nekem ebben szerencsém volt, hogy a, a szüleim, azok mindig, hogy mondják, ezt nyomtak, vagy, vagy szóval, hogy teret adtak ennek, hogyha én szeretnék, tehát nekem ilyen vágyaim vannak, szóval nem várták el tőlem, hogy orvos legyek, vagy mérnök, valami olyan, amit nem szeretnék. Pedig milyen szívesen? <laughs> ez tök jó, ez jó, csak nem általában. Ez abszolút. Általában én szerintem úgy néz ki, hogy a szülőknek már gyerek még ekkora mögött amikor már szülők elképzelték a 40 éves koráig a jövőjét kb. Meg ami a szülőnek nem sikerült, abban a sportákban szó. majd jó lesz ez a gyerek, mert de, és így fölépítik tényleg. Egyébként 16 éves korod előtt, Guszti, neked mi volt így a, a vágy? tehát tűzoltó, vagy volt valami olyan, amire azt mondtad, hogy... Vadakat Bad terelő jó nem, nem, nem. Így nem, nem volt, egy volt, egy nem volt nekem vagy... ilyen nagy elképzeléseim, ilyen, ilyen adhok jelleggel, így, ami jött, azt imádtam focizni, például én gyerekkoromban hogy a focival kezdtem, ugye csapatsport és egyéni sport, ugye, és egy futball és egy küzdősport sport között mi szakadékok vannak. <laughs> <laughs> Úgyhogy úgy, az, hogy végül az ember, szerintem nem tudom, hogy, hogy uh, uh, rólam is volt édesanyámnak jogász, bíró édesanyám, Édesapám grafikus ipari forma tervező, de nagyon határozott elképzelések voltak, semmi sem sikerült. Úgy, úgy, ezzel együtt most már szerintem, már igaz, csak édesanyám él, de de szerintem már így megbékeltő ezzel, és most már így hagyja, hogy, a, a, hogy menjek a saját fejem után, úgymond. Arról majd még később lesz szó, mert ugye hogy a, 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 megbecsülésnél ott alapvetően az a pillanat jött el, amikor a premieren anyudnak a szemét láttad. Ez így van. Tehát, hogy ez, ez, egy, ilyen, ez egy, ilyen, fontos pillanat, De amikor látja az ember, hogy... Amikor a visszacsatolás fontos mindenki. Előbb is jó lett volna úgy megkapni, csak hát én, hogy mondjam, tényleg szóval tüntetőleg nem hoztam a minimumát se az elvárásoknak, ahonnan onnan is, igazából onnan is kirúgtak, ahol nem jelentkeztem. Szóval, hogy ez legyen az iskola akármi... A, a, azzal együtt, hogy talán a képességém még akkor így, így megvoltak, a, a, a seggem sajnos nem volt meg hozzá, amire... Mm -hmm. És ugye ezt is én azt gondolom, hogy mindenféleképpen azért figyelembe kell venni, mert mit tudom, hiába van a fiadnak akár fotomemóriája, hogyha tényleg a halaga legalább olyan fontos, amire leüljön, hogy azt megtanulja, amit meg kell. Na már most, hogyha valaki, hogy mondjam, ilyen hiperaktív, mert szerintem én, én voltam erősen azt, sőt, talán még így most már csak tavasszal, de, de, de még most is vagyok, a, szóval, hogy ezeket így mind együtt kell valahogy figyelni, és kell tudni úgymond az embernek, hogy mondjam, revidálni az álláspontját, hogy igen, volt egy elképzelésem, hogy majd belőled ez lesz, meg az lesz gyerek, de hát úgy néz ki, belőled az nem lesz. Úgyhogy utol érte magát egyébként anyámmal, is így a, a kis kapcsolatom a, a, fontos volt, mindenféleképpen nagyon fontos. A filmben mutatón láttam először, előtt is voltak a anyám azzal most, hogy én Európa meg világbajnok vagyok, semmit az ég egy a világon nem, nem tud tudtak kezelni, vagy, vagy, vagy Hát ilyen eleve a küzdősport, meg, meg ugye MMA-t főleg onnantól kezdve kb. hallani se akart róla, hogy, hogy amikor így látott egyszer egy ilyen meccset a tévébe, vagy nem tudom hol, hogy Onnantól kezdve ő erről hallani sem akart, nem? Azzal, hogy küzdő sport nem tudott, tehát ő, ő szerintem úgy képzelte egyébként a legtöbb szülő, hogy hát én is, majd én is jogászdiplomás, szumma, kula, mm. és, és mit tudom. Nővérem egyébként hozta is az elvárásokat diplomában minden. Ezzel együtt pont mutkó gondolkodtam rajta, éli mindenki szépen a saját kis életét, nem cserélnék meg, mondom őszintén, senkivel se nyolc általásommal együtt. De közben meg ez egy óriási teljesítmény egy, egy szegmensen belül, tehát hogy szóval ez, ez tök érdekes, hogy azért, ami, amilyen a, a sportág, vagy ami, tehát hogy gondolom, hogy az erősz, de, de közben egy óriási teljesítmény. Hát ami, nekem még igazából az, olyan még váltás volt, én mondám, hogy drog mert hogy akárki, akármit hisz a küzdős, vagy bocsánat, sport, sport, uh -huh. én, én, én én tartom drognak. Sőt, a, a, a sikereket is, amit elér az ember, megmondom őszintén, nagyon hamar rákap, úgymond az ízére. Aha. Neked az, Katica, hogy láttalak spárgázni, meg láttak, ez a sportmúltból jön, vagy ez hozzá? Én is uh, tornáztam kiskoromtól. Uh, ritmikus sport, gimnasztika. Tehát erre nagyon figyeltek a szüleim, mert egyébként én is hiperaktív voltam, és szerintem még most is az vagyok. De én se tudok megállni egy percre se. Hogyha nem megyek, nem kell reggel tízre mennem valahova, akkor én rosszul vagyok. Szóval, és akkor este tízig képes vagyok menni, csak csinálhassak valamit, és, és, kellett nekem is a sport egészen fiatalkoromtól, ritmikus gimnasztika, tánc, torna, a Honvédbe hordott anyukám, utána később kickboxoltam egy-két évet, akkor mondták az utéba egyébként, mondták, hogy vagy elindulok MB2-be, vagy menjek innen. <gül> <gül> Mert hogy jó, nekem is sok volt a feszültség, és akkor azt éreztem, hogy le kell vezetnem, vagy valószínűleg az volt pszichésen. És a... jó, és talán a legjobb irány, hogyha az ember mondjuk is sportba tolja bele. Abszolút. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy például ugye már egy ilyen profi küzdő sportnál komoly egészségi kockázat is van. Ezt te e, megtapasztaltad. Meg, meg maximálisan. Hát az igazság az azt gondolom, hogy valahol a kettő közt van, de, nem, nem mindenféleképpen. Hát a, a, túlpörgésed miatt, ha jól tudom, Katica, te még pultoztád is, vagy bármit bevált, Igen. csak hogy, csak hogy dolgozz, Én azt mert... nagyon szerettem pultozni, két nyár is volt, hogy, mert, mert, mert ott állandóan ugye megvan az emberekkel való kapcsolat is, szóval nagyon sokat lehet beszélni. És akkor olyan, hogy egyszer pincérnő volt, ami a zseniális volt, tehát így már szóltak, hogy gyere már vissza, mert már fél órája beszélgettem Felolvastad egy az étlapot. A életben is ilyen túlpörgéses vagy, Katica? Ö, igen, szerintem. Tehát, hogy arra figyelni kell, most van párkapcsolatom, hogy, hogy egymásra figyeljünk. Te Itt kicsit... most a most volt a hangsúly, vagy a párkapcsolat? Tehát most azt úgy mondod, hogy most van párkapcsolat. Hát most van egy párkapcsolatom, éppen. Most ez egy frissebb. És hogy hogy arra, arra kell figyelni, tehát ezt próbálom balanszban tartani, hogy ne állandóan a pörgés, a pörgés menjen, szóval, hogy ne, ne mindig menjünk valahova, hanem, mm -hmm. hogy egy kicsit legyünk ketten is, vagy, vagy otthon, tehát ez az egymásra szánt idő, vagy egymásra figyelés, ez egy ez egy fontos téma. pörgéses művészembernek ez mindig minden színésztől színésztőt a hogy muszáj vagy jobb a saját kollégái, vagy a szakmából választani, vagy legjobb a külsős? Én, én, én próbáltam nagyon sokáig, hogy ne szakmából uh -huh. legyen, tehát én, én nagyon rajta voltam, hogy olyanokkal ismerkedjek, randizzak, akik nem szakmabeliek, uh -huh. de so, valahogy soha nem történik meg egy olyan nagy találkozás nem színésszel, vagy nem rendezővel, vagy, vagy nem művésszel, mondjuk, mit tudom én, egy festővel. Szóval, hogy, 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 valahogy mégis mindig oda lyukadok ki, Aha. hogy a párkapcsolatban általában egy színésszel jövök össze. A Gusztinak se volt egyszerű a volt. Tehát, hogy azt, ugye több helyen elmondtad, hogy nem az, nem. tehát, hogy az egy az lassú vízpartot most típusú dolog Sőt, volt. nagyon lassú víz. <laughs> Árkotásod című történet. Nem, valóban nem. Hát ő, ő, ő nagyon nem színésznő. Szóval, hogy ő a, 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 magánéletben sem elég direkt, elég, hát így ilyen kos bringa, ilyen fejjel a falnak a... Komolyan. Szerintem, hogy az előttem lévő paliát még verte. Szóval. <laughs> a, az első évünk az nagyon nehéz volt, nagyon nehezen indult. A, mondtam is neki, hogy, hogy, nem tudom, hogy életem szerelme, vagy életem gyötrelme lesz, -e, de... Végére járunk. Ö, hál' Istennek úgy, úgy, alakul a történet, hogy, 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 hogy múlt happy történet, abszolút mindenki, mindenki beszerelmes. Van most már két gyermekünk, Nekem ugye két van most már egy lány kutyánk is. Azt mondtad valahogy, hogy a Zsuzsi mindig ballábbal kell erre te már készülsz, tehát hogy már vannak trenírozott módszereid, hogy amikor ő ballábbal készül, és, és, megvan a taktikát, hogy akkor ez hogy, hogy... kezeled? Ez, hogy bal kell az inkább azt úgy mondanám, hogy neki minden megoldása van két problémája. És ez, ezt, ezt kell tudni kezelni jól. Alapvetően ő nem, hogy mondjam, nem egy rossz természet, vagy, 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 hogy, hogy nem, nem, nem egy ilyen depresszív alkat, vagy, vagy, uh -huh. vagy csak hogy ilyen, hát tele van kétségeket, furcsa mód önmagát illetőleg is. Szóval hogy nekem például ez egy tök furcsa dolog, hogy, hogy a szépség királynőként a, a Európa szépe, a, azért azt gondolná az ember, hogy hát kapott annyi megerősítést ugye, az élet, hogy, hogy ne legyen meg kifogási önmagával, de hát ugye. igazából csak magával vannak. Érdekel. Nehéz, nehéz, nehéz személyiség, de egy nagyon, 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 hogy mondjam, tisztességes, nagyon szerethető ember minden hibájával együtt. Hmm. Az egy, hogy igen, biztos mindenki, hogy áll nekünk tökéletes, de hogy tökéletes a kapcsolatunk, idegesítő is egy csomószor, <laughs> a, a gyerekeim is idegesítenek, a kutyám is idegesít. Igazából erre szoktam mondani, hogy a, hogy a nyugalom és a, 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 a boldogság nem járnak kéz a kézben, mert a legtöbb dolog, ami boldog ez az túlnyomó részt idegesít. Csak hát ezt úgy megtanulja az ember. Ugye én is 45 éves elmúltam, én is úgy bele nőttem hozzá, nőttem, fejlődtem, úgymond ehhez a felnőtti. feladathoz. A kellett magamból is egy csomót úgymond leadni. Cserébe kaptam is rengeteget. Zsuzsiból, családból, gyerekből, bizalomból, szeretetből, tisztességből, olyan dolgokból, ami hát előtte nem volt rám, hogy mondjam, az én életemre annyira a jellemző, független attól, hogy egy igazából egy teljesen normális családból jövök, csak, uh -huh. csak utána. Én ugye mindent megtettem apám halála után, hogy ez, ez a lehető legrosszabbul Igen. alakuljon mindent, és aztán így a zsuzsival gyakorlatilag hát így visszakaptam mindent, mindent a, a amit én így eldobtam. Katica, te is azt mondtad egy riportban, hogy bizonytalan vagyok folyamatosan. Ez ma is így van, vagy ez, az azért változik, ha... Nagyon érdekes, amiket a Zsuzsiról mondtál, mert rám is nagyon régen. Igen, azért is kérdezem, hogy... Így abszolút... hogy én is folyamatosan megkérdőjelezem magam. Én mondjuk ezt annak tudom be, hogy valószínűleg a maximalizmusból fakad, én én azzal szoktam részben azonosítani, de bennem is állandóan megkérdőjelezés van, és tudom, hogy ehhez kell egy nagyon komoly, erős személyiségű partner, aki, aki meg tud nyugtatni. Tehát, hogy meg tud nyugtatni egyébként, hogy te jó vagy, folyamatos visszajelzést tud adni, hogy egyébként ez ez nem úgy van. Tehát ez egy projekció, hogy, hogy valamilyen hibát látsz magadban állandóan. És én néha azt érzem, hogy. hogy mint hogyha keresném, tehát, hogy mint hogyha teljesen mindegy, hogy miben, valamiben belekapaszkodom, hogy ezért vagyok kevés, vagy ezért nem vagyok elég, és ez egy olyan ördögi kör, amihez tényleg tök jó, hogyha van valaki, aki... De kevés a rendezőnek a pozitív visszajelzés, a család, ha megnézi a színdarabot, tehát, hogyha mindenki azt mondja, hogy már pedig ebben jó vagy, akkor, akkor is. Tehát akkor, akkor én meg bizt, tudok akkor, nyugodni. Engem, engem, tehát én nagyon, nagyon kifelé vagyok, én nagyon nyitva vagyok uh -huh. kifelé. Szóval meg lehet nyugtatni mind a párkapcsolatban, mind a, mind a színhez, vagy a mind a szakmai dolgokba. Uh -huh de, de, de ugyanakkor annyira befolyásolható szerintem egy ilyen személyiségi ember, hogy nagyon könnyen le lehet húzni, vagy nagyon könnyen el lehet bizonyít, bizonytalanítani, meg lehet rengetni a, az önmagadba vetett hitetbe. Tehát minden iszonyú mobil, iszonyú illékony, pillanatnyi, ezt, én ezt érzem. Ami de... biztos, hogy közös az a, az a nagyon megélés. Tehát, hogyha a, a szoktam mondani, hogy ha itt csinálunk valamit, azt csináljuk rendesen. És te meg ugye azt szoktad mondani, hogy a lent és a fent, azt éljük meg nagyon. Tehát, hogyha fönt vagyunk, akkor legyünk nagyon fönt, ha lent, akkor meg éljük át, hogy most nagyon rossz. Tehát, hogy, és ez így, ez borzalmas energiaigényes egyébként. Meg azért hozzátenném azt is, hogy, veled is, nálad is, Zsuzsival azzal együtt, hogy ugye másképp vagytok ismertek, te színésznőként ő ugye, igazából akaratán kívül ugye a szépség királynőként lett ismert, és ez az ismertség egy csomó olyan dologgal, hogy mondjam, szembesít, a, a, amivel szerintem a, hát az embereknek a jó 99,9%-a életében nem találkozik. Szóval, hogy ennyire direkt módon a hibáival a, a szembeállítva a, a, ugye vélemény, akár ilyen interneten, akik erről ilyen mindenféle e, e, litániákat, tízéket, indoklásokat írnak Zsuzsiról is rengetegen, hogy mondjam, bántják. És ugye a, a nem tudom, szóval, hogy ő valamilyen oknál fogva inkább ezeket szereti úgymond meghallani. És sokkal kevésbé a dicséreteket. Pedig most már eljutottunk ráadásul odáig Zsuzsival is ezt az kell, hogy mondjam, és ezt, ez, 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 ez tök jó, hogy amióta mi együtt vagyunk 13 éve, ugye elkezdték úgymond a mi vadidegenek méltatni a mi kapcsolatunkat, ami mi, a mi ilyenségünket úgymond csúnyán fogalmaz, mm -hmm. nem tudom, hogy mi hogy éljük meg ezt a család meg egyáltalán ezt a celebritást, vagy nem tudom, minek nevezem ezt a... Nem is minősíteném, inkább szóval, hogy, 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 hogy szeretnénk a zsuzsinak, ez soha nem volt való érzésem szerint, ő, ő nem egy ilyen extrovertált valaki, ő egy, ő egy, hogy mondjam, inkább magába forduló. Mm -hmm. Neki a szűk környezetétől kell megkapnia állandóan, ö, ö, mert hogy egyébként önmagába egyfolytában kételkedik, nem lehet, nem mondom, hogy nem lehet kimozdítani ebből, teljesen kimozdítani ebbe az életébe, ma nem fogjuk. <laughs> hát igen, ez, 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 ez nagyon érdekes, 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 hogy, hogy így beleszólnak a tehát bejönnek a privát szférába, Én. és ez biztos, hogy iszonyú bosszantó egy idő a után. Abszol. Főleg, amikor, amikor egy ilyen érzékeny dolog, mint egy párkapcsolat, meg egy család és meg egyáltalán 24 évesen, amikor ő ugye, ugye Európa szép lett, akkor ez minden, talán az egyik legérzékenyebb például, nem? Szóval, hogy amikor még nincs kialakult személyiséged, Abszont. még csak Igen. tombolnak a hormonok, jött és semmiből a kanizsáról elindultál valami szépségverseny az alába, és a onnan berángattak a Magyarország szépére, azt meg se nyerte, csak második lettél, és utána egy drágám, akkor irány Párizs Igen. és a Európa, és egyszer csak ott állsz, és rakják a fedre a koronát. Mit kezdené vele? Igen. Hogy, az, hogy, hogy, kezelnéd, jó. Égen, ez, ez az, nagyon, nagyon ez, legyen. Legyen. ez egy hatalmas Most út, vagy szóval is Olyan is sok, is sok táv. olyan sok ez, ez a, 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 hogy, hogy neki tud, pontosan tudom, ez hosszú évek voltak, úgymond hmm. ebből kijönni, ezt, ezt feldolgozni. És hogy, hogy, tényleg az, ami a furcsasága ennek az egész történetnek, hogy hát ez ugye ez, ez rólunk, ez ilyen magyar, vidulhatoroz, a, a, hogy, hogy imádják, imádták bántani őt mindenért, és De olyan dolgokat feltételezni róla, ami ő sose volt, és, 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 milliószor nyitottam rá a fürdőszobába, ült, zokogott a telefonon a kezébe, és ő nem érti, hogy miért írják róla ezt, ezek az, az emberek idegenek, nem is ismerik őt, nem is a, a Érted, és ez, ez? szerintem, mert de. szerintem látják azt, hogy kim van fogás, aki egy finomabb rezgésű, Éz sérülékenyebb, van. törékenyebb. Ez tipikus magyar recept. Tehát ráéreznek, és ez nem engedje. Neked azért volt olyan Augusti pillanatod az életben, amikor így a, a top háromba beletartozik. Egyszer említettél egy olyat, amikor feldobtak a levegőbe a sportások, és azt mondtad, hogy az, na, 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 az a pillanat az így. Ezek azért úgy segítettek a nehéz korszak után helyre rakni az értékrendet, meg így a mit saját magadat? Mindenféleképpen, mindenféleképpen a küzdő hogy mondjam, így, így visszakaptam mindent. Minden belül csapat csapatbarátságok tartanak ugye azóta is a, a eredményekben, vagy akár anyagiakban, megélhetésben. Ugye ez is uh -huh. szempont, ahogy ezen múlnak a gyermekévek, úgyhogy gyakorlatilag igen, újra egyszer csak azon kaptam magamat, hogy, hogy volt tanítványom, sosem felejtem el, aki, hát akkor már ugye együtt voltunk Zsuzsival, és akkor egy ilyen médiával foglalkozó, igen, kedves ismerősünk mondta, hogy ezt az én sztorimat, az én múltamat így el kéne mondani, hogy jobban jövök ki belőle, hogyha én mondom el, mert hogyha ez kiderül, akkor éveken keresztül olvashatom akár a, a, a és így is tettem, ugye elmondtam a televízióban, hogy voltak nekem ilyen problémáim előtte értem, szóval az edzésen nem úgy kezdtem az edzést, a bemelegítést, hogy figyeltek srácok, tíz évig voltam intravénes függő, ez ott így nem derült ki, nem volt téma, nem volt érdekes, a, a zsuzsi kapcsán derült ki, és volt tanítványom, aki oda jött, is mondta, hogy hát ő ezt a, látta a tévében, de hát ugye ebből egy szó sem igaz, ugye, és hát, de volt hápogtak ma, amikor mondtam, hogy de hát igazából igen, csak mondom, igen, most érthető, hogy, hogy nem ezzel próbálok dicsekedni, főleg egy edzőterembe, hanem hogy volt az életemnek egy ilyen szakaszabb, végre lezárult el is felejtettük már igazából. A, Katica azt mondta, hogy te a sűrű filmeket szereted, de nem csak filmben szerintem, hanem darabokban is. Igen. Rátérhetünk egy pillanatra, hogy a Budaörsi Színházban te a Requiem egy álomért című darabot, darabban játszol, az a főszerepet, ami legyünk őszinték, akár könyvben, akár filmen, az egy borzalmasan kemény darab. Tehát, hogy így nekem mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon óvatos mérleg, hogy ha valaki megnézi a filmet, vagy megnézi a darabot, akkor hol van az a fajta elfog, vagy nem tudom, az a fajta határ, aminél, ha valaki érez magában késztetést, akkor, akkor, azt a fajta lebegést kipróbálja, vagy pedig teljesen sokkoló és taszító az egész. Tehát, hogy az egész egy ilyen nagyon kettős játék, hiszen a, az elején ugye bemutatni a, az az old, azt az oldalát is, ami egyébként a, a kedvező, ez a függőségi oldal, és a vége persze egy nagy dráma az egésznek, de hogy így borzalmas nehéz lehet ebbe belebújni, hiszen bele kell bújni egy olyan bőrbe, ami nem tudom, hogy rosszul érzem, de test szerintem soha nem érte. Hát, hogy amíg Guszti tíz éven keresztül ezt a napi szinten a saját bőrén tapasztalta, addig, addig ezt Honnan szedtetek tapasztalatokat? Most azt tudom, hogy egyszer a Gábor bement hozzátok. Ez késő, tehát ez úgy néz ki, hogy két része van a darabnak, két Igen. felvonás. Igen. Az első felvonásban azt mutatjuk be, hogy milyen a, az álom tehát, hogy milyen, milyen a repülés, milyen a jó, amikor úgy vagy rajta a cuccon, hogy hogy iszonyúan élvezed, pöröksz, együtt vagytok fiatalok, és egy ilyen nagyon nagy buli a dolog. Uh -huh. A második fele pedig a leépülés és annak a fázisainak megpróbáljuk minél pontosabban bemutatni. Ehhez kaptunk egy szakértőt, aki nem heroin használó volt, viszont nagyon hosszú időn keresztül morfium, tehát mágfüggő volt, uh -huh és mesélt olyan tapasztalatokat, amiket ő látott, vagy ö, ami, am, amiket ő tudott heroin függőkről. Uh -huh. ö, ebbe beletartozik az, hogy nagyon pontosan le lett nekünk vázolva, hogy milyennek az elvonási tüneteknek a, a fizikai ö, folyamatai. Egyébként uh -huh. nem mások, mint amire én számítottam. Tehát például azt, azt mondták, hogy gyomorból indul egy egy fájdalom, ami, ami, ami egy ilyen hányingerszerű, remegéses, ilyen csontfázásos uh -huh. állapot indul, és valahogy én ezt éreztem az első perctől, hogy valami, mondjuk nyilván sok uh, tapasztalatom is van, filmes tapasztalatom, uh -huh. tehát azért elég sok mindent láttam felhő a Ganges felett, ami a heroinnal Aha. foglalkozik. Uh, hát szerintem eszméletlen nehéz. Uh, tehát én azt érzem, hogy előtte, egy-két napig, utána egy-két napig kísér. Ugye nyomasztó, mert nem csak, a, nem csak a teljes leépülést mutatjuk meg, hanem a hagyást is, uh -huh. ami ugye a párkapcsolatban van Igen. a főszereplő fiú és a lány között, hogy a fiúnak fontosabbá válik a drog, és így válik a lány prostituáltá. Tehát csak a testével tudja már megszerezni a heroint, ami ugye elfogyott éppen akkor ott Amerikában vagy ott azon a területen, mm -hmm. ahol ők élnek. És hát ennek van egy párkapcsolati vonulata is, ami, ami a cserbenhagyással kapcsolatos. Tehát, hogy egy, egy nagyon erős koktél, amit játszunk, és ez az azért kísér egy-két napig. Gusztin, te mondtad egyszer, hogy a kokain az ugye alapvetően ilyen parti jellegű, tehát az egy ilyen egy ilyen grup drog. Tehát ott alapvetően az ember ex által válik, és, és ő produkálja magát. A, a heroin az pedig egy ilyen befelé fordulós. Tehát ez egy ilyen inkább ilyen, nem is mondom, hogy önelmékedősnek, de az egy ilyen szóló drog. Amúgy a kokain is átfordul, most ezt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt kokaint itt, akik szívják minden nap, ők se azt szívják, csak azt hiszik. Szóval egyszer szívnának Kolumbiába kokaint, és rájönnének, hogy ez semmi más, hogy koffeinporral felütött amphetamin, amihez még egy kis valkolatot is kevertek. Szóval, hogy, hogy előjáróban, másfelől meg, hát igen, szóval, hogy, hogy a személyisége válogatja. Uh -huh. Ekstrovertált személyiségnek mindenféleképpen sokkal, hogy mondjam, jobban működik, azt gondolom, az ilyen partidrogok. Uh -huh. akár speed, ecstasy, bizet, mit tudom én, a, 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 van most már rengeteg, abból is új, ma olyanok, és aminek én már nevét tudom. A, a, és hát hát van a, designer a dolgok, amiket látunk így itt van, a... Igen, igen. Én én, 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 nem is láttam borzalmas leépülést okozott, csak az utcán volt. a törőjnek. De már az a durva, hogy már én se tudom, tehát pont tegnap valakivel beszélgettem, szóba került, hogy tehát már összekeverem én is a Katit, meg a Ketát, tehát, hogy pedig meg nem próbáltam a a... de el az, ami, ami igen, ami a húst, pont ez annyira durva a cuccok, hogy a kukában végzett tőle. S hát ne. ugye vannak, a... akik úgy befele fordulnak, befele szeretnek, azok inkább hát füveznek, vagy, vagy hát a, a, aki ott a végét is meg akarja járni a, történetnek, az ugye mindenféle heroin mág, de nagyjából ugyanaz. De most azt mondta nekünk a Zahár, hogy a heroin most nem megy. Tehát, hogy alig van heroinista, aki ilyen elvonon van. Érdekes egyébként, hogy, 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 volt, volt egy ilyen hullám, amikor hát ugye akkoriban még nagyon sok ilyen, ilyen arab, meg török, meg a bűnözők jártak ide éjszakába, ebből sok eltűnt, sok meghalt, sok börtönbe van, gondolom most. És a, 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 régen, hogy mondjam, nagyobb kótusza volt ennek, vagy nem is tudom, nagyobb. most így nem látok, most inkább ezek az ilyen mindenféle ilyen partidrogosok. Meg ez mindenféleképpen mind a kettő, a heroin és a kokain is egy drága drog. Mm -hmm. Ha a bolt főleg jó minőségűt akar szívni, akkor azért így sok tízezer forintot kell fizetni hogyha 1500 forintból is bele tudja csapni magát az ember, lásd, ezek a vizek, igen, igen, akkor nem fog kifizetni annyit. Ritka az, legalábbis sem még kifizet. Szerintem is, tehát, hogy ez, ez jobban megy ez a... Mind, mindig oda jutunk ezeknél a beszélgetéseknél, amikor ez szóba kerül, ez mindig annak a annak a gyökerezése, hogy a megbecsülés hiánya, tehát, hogy valamit pótolni akarok a droga. Hát, tehát, hogy valamit szeretnék magamnak megmutatni, egyébként nem kapok meg kívülről. Rigó főorvos most már mondhatom, hogy barátomnak a, a, az ajtajára van kiírva egy nagyon találó mondat, hogy a, nem a drog, a drog helyett nincs semmi, a drogban valami helyett. Ja, igen. Uh -huh. Ez, amit ugye a főorvos Rigó Péter főorvos úr az ajtajára, Aha. és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon találó Na, az, hogy én hogy velem, ugye ez akkor hogy alakulhatott így, a, ez egy, hogy mondjam, egy, egy több ismeretlen egyenlet. egyen szóval, hogy ebbe benne volt az is, hogy mi földre költöztünk benne volt erősen az is, hogy meghalt édesapám. Ráadásul azt gondolom, hogy 14 évesen így a, talán a lehető legrosszabb kor, mert tudomást veszel, vagy hogy mondjam, Felfogod már azt, ami történt, de nem tudsz vele semmit sem kezdeni igazából. Szóval, hogy ott állsz, fegyver nélkül, próbálsz kezdeni valamit, ez az egész helyzete. És hát igen, a heroin az így kitölt, igazából minden űrt, egy ilyen fájdalmat is képes és hogyha valaki, ez szerintem egyébként típus, az ember típus, van olyan ember, akinek egyszer heroin szívézet hány a órákon keresztül, a, a, és soha többet az életben lehet vele kergetni bárhonnan a, 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 másik pedig soha nem látott boldogságot él át a, a kettő között. Az, hát igen, az, amit otthonról hoz az ember, azok a megerősítések, amiket otthon kap, otthon maradjunk, inkább annyi, hogy otthon kellett volna megkapni. Az, az, igen, ezek ilyenkor ki. Nem mondom egy, egy, hogy mondjam, ez egy nagyon analitikus drog. Én ezt szerettem, vele, imádtam vele olvasni, imádtam vele jókat beszélgetni, gondolkodni, nagyokat, a, a, miközben az érzéseimet maximálisan tompította. Uh -huh. Uh -huh. Azt mondták nekünk a, a szakértő, hogy olyan, mint mintha olyan érzés lehet, mintha folyamatosan simogatnának többen egyszerre, és azt a szeretetet, ami gyerekkorodban nem kaptál meg, így fogalmazott a mi szakértünk, azt egyszerre mind megkapnád. De. Mind fizikálisan, mind lelkileg. Tehát, hogy egy óriási találat. Előségület, igen. Az, az egy nagyon érdekes mondat, valamelyik filmben hallottam, lehet, hogy a már mozikba került, és nyugodtan kimondhatjuk a toxikóma film, aminek én a valóság alapját nem tudom megítélni, hiszen soha, De, én... tudom. Igen, beszélünk, hogy erről Csak a, a könyvet olvastam a, egyelőre. A, hogy, egyelőre. Hogy erről nem lehet leszokni, csak szüneteltetni. Tehát ugyanaz, mint a cigaretta, ami azt mondják, hogy hogy, hogy az ember nem, nem tud... Egyébként ebben viszont tudok véleményt alkotni, mert én 25 évig dohányoztam. 7 éve nem dohányzom. De ha bármikor az ember úgy gondolná, hogy nem okozna problémát, persze nem teszem, mert az ember odafigyel magára, de hogy ez így van egyébként a, a drogokkal is? Szerintem igenis is le lehet szokni, bármilyen drogról, Aha. a, heroinról is le lehet, az alkohol pedig egyfolytában gyűrik az arcunkba, a, a, ugye még az ára se változott, lát, lást Covid, ez időszak, inni, inni, azt lehet, tradicionálisan alkoholista nemzet vagyunk. 800 ezer alkoholistát mondott az a helyjában, azt hiszem. Igen, ezt mondta nekünk, hogy az, az egy nagyon nagy probléma. Tehát, a, Amit ő mondott, az nekem a legdurvább, ez az a 25 ezer or. Spray meg hashajtó függő. Ja, hasajtó Hoshojtóf. ez még nekem is úgy. Hát meg, meg Há, minden. -e <laughs> nem tudom, mi olyan jó benne, de... Pornó, videójáték, tehát hogy ilyen nagyon durva függőség. Pornó függőség voltam, leszoktam arról is, mert ez például magától, az, az, még csak nem is, az meg annyira nem is zavar tudnék vele együtt élni igazából a feleségemmel. Előtte ez úgy, hogy ja voltak filmes ambícióim is most, hogy jobban belegondolok, mert Na úgy, felnőtt filmes ízét sokáig <laughs> szerettem volna felnőtt filmekbe szerepelni, de Odáig nem jutottam el. De jó, jók az ismeri, vagy jók az információ, hogy akkor Rokozi Frédi a 16. keretben lakik egyébként, ott van egy háza. Tehát, <laughs> 16? De Állítólag Én azt mondja. Föl. <laughs> Nem vonunk párhuzamat a kettő között, csak így, egy GPS szerint. Toxikomához <laughs> meg annyit, győző igen? az annyit egyébként, haragszom is rá, itt innen üzenem meg egy győző, <laughs> hogy hárman voltunk toxikomák a, a ez a toxikum, ez nem a győző dumája, ez a Pintér laci a dumája. Ő nevezett minket -e, úgy mondanak, annak, ugye, még a csernos első katonái közé tartozunk. Hm. Aztán hát nekem például megromlott a kapcsolatom vele, a, a, győzőnek nem. Valószínűleg a szerepet játszik ebbe az is, hogy nem is lettem meghívva a bemutatójára. <haz> ez már okozat. E, igen, igen. <haz> De viszont cserébe egy győző is jó fej volt, mert, mert, mert ő se jött el az én film bemutatómra, pedig meg volt hívva. Úgyhogy ezt majd én győzővel majd lemecsem, majd ki, ki kéne találkoznunk hozzá személyesen, most üzengetni nem kezdek el neki. De így van, van, van. Ahhoz is közöm úgy mond, hát Csernus kapcsán, elmondám, hogy orvosból is láttam már többfélét. Többfélét. Hát a, a, azzal együtt, hogy az Imrével annó, hát ugye az nagy volt a szerelem, elmúlt, elmúlt teljesen. Vannak, akik azóta is a bűv jönnek, és ott vannak, akik kiléptek ebből, akik a Imre-félék szeretik, hogy mondjam, a, a hangsúlyozni az ő fontosságukat a, a, például a győző életébe. Uh -huh szeretik táplálni azt, hogy, hogy leszokni erről nem fogsz, ezt pillanatnyilag szünetelteted, és a, a, szeretnek ugye ez mindenféle segítséget is adni, akár nyugtató, kedélyállapotjavító, altató, hogy, hogy tudjad könnyebben kezelni. Úgymond Isten. ezeket a helyzeteket. Valódi megoldása nem szolgál. A, a, nem mondom én, hogy itt, itt, itt hintem a magot, de a, a egy küzdősport, egy, egy versenysport, egy, egy, egy a, tök mint egy csapatsport, az, az egy éles váltás, és adhat olyan új élményeket, érzéseket, e, e, célokat az életbe, ami igenis lehetővé teszi, hogy te kilépjél ebből a szarboszszöbből, bocsánat, uh -huh. ebből a, uh -huh. a történetből. Úgyhogy én azoknak az orvosoknak hiszek, akik, akik úgy gondolják, hogy van ebből, van létezik gyógyulás. Mm. Bocsánat, én, én, nem, eh, nem ehhez szeretnék, hanem ami nekem érdekes, hogy én a könyvet olvastam ezt a toxikonat, és, és ez egy kicsit más, de ami nekem nagyon érdekes volt, hogy hogy lép bele. Tehát amikor leírta a győző, most én a csernushoz így nem tudok vagy hogy így, tehát hogy nem is volt igazából nekem az a része érdekes. Nekem ami nagyon érdekes volt az, hogy nem tudok pontosan idézni, de szerintem ő ilyen 24 körülre írja magát a könyvben, amikor elfogadja az első pak heroint egy születésnapi ajándékként, és kipróbálja, és rácsúszik. Uh -huh. de, hogy, de hogy el nem tudom képzelni, hogy ez ez annyira durva volt olvasni számomra, hogy valaki elfogad egy, egy csomag heroint, és kipróbálja, most a profi sportról beszél belőlem, az a barátom, aki egy csomag heroint hoz a születésnapomra ajándékra, azóta taposnék rajta kb. Hát hogy, <gül> hogy <gül> én jóval előbb találkoztam nekem, én 15 éves voltam, fogalmunk se volt, hogy mi az. A, az Atlantis Bili hozta oda az egyik, és így bontotta -e szét a, 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 csomagot, és szívta föl az órába. Mi Ezt nem értettük, hogy mit csinálsz, és fogalma, nem tudtuk, hogy mi a neve, vagy mi az, amit szívunk. Azt ízétől kapta, mit tudom én, kitől kapta, tök mindegy, szívjam fel az orromba, jó. És ott láttam, szívja, láttam, hogy ilyen, hogy mondjam, módosult tudatállapotba kerül hát az egész történet. És hát ja, nem csak én. Ha már így, hogy mit csinálnál vele? Nekem egy kérdés, akkor mindig eszembe, hogy csak azért, mert én is lányos apa vagyok. 18 éves a lányod, jön a 45-ös cipő, lerakja a nappaliba a srác a cipőjét, és látod a srácon, hogy valami. A lányoddal ülsz le beszélni róla, vagy a sráccal. Kettő egy. Vagy így leülteted őket szinkronba, és na, én akkor én... engem nem vertek át. Én vagyok, sajnos nem mondám túl direktnek magamat, én úgy szeretek, úgy egyrészt magam is szembesülni, másokat is szembesíteni, nem a véleményemmel, hogy mások másképp látják ezeket, vagy másképp érzik uh -huh. ezeket a dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy, hogy főleg, ha lányomról van szó, akkor én mindenféleképpen ezt így a lányom előtt megtenném, hogy a megfelelő lépéseket, hogy mondjam, nem támadnám semmi esetre se az, hogy ő hogy jutott el odáig, annak is biztos mindenkinek megvan az a maga kis története, hanem egész egyszerűen a lányom miatt, hogy, hogy ő tudjon Kezdeni, hogyha lehetőség szerint, ha egy mód van rá, jó kezelni ezt a dolgot, akkor jól kezelni. Úgyhogy mindenféleképpen, mindenféleképpen. Katic, én téged még ilyen nagyon nagy végjátékban nem láttalak. Te így bevonzod a mély darabokat. Lásd, <laughs> lásd ez is, amiről beszélgetünk, akkor volt egy négy felvonásos a forté valahol egy. Öngyilkos japán írónak a műveit. Tehát abban volt öngyilkos lány, prostituált. Igen, lány. tehát egy ott is lány. egy lány. Tehát ezt így alkatilag be, vagy ezt osztják már rád, vagy így. Ezt vagy... anyukám kérdezi mindig, hogy miért nem. Hát, bocsánat, a mamától. Egy, tehát, egy, tehát, egy, egy végjáték. Ezt ő egy... fölírta nekem, hogy kérdezzem meg mindent. Gondoltam. De ez komoly? Szóval az, hogy valakit ilyen, hogy mondjam, mélységű, nehézségű, ezt egyetértek. Ezt pozitívan mondtam, tehát egy abszolút, abszolút. Színész és színész között, képesség között, ugye itt beszélgettünk kint, karakterről, én mindenféleképpen, hogyha színésznek lehet nevezni magamat, akkor egy karakter színész vagyok, nem próbáltattak velem uh -huh. jó, felfogott érdeküknél fogva, hogy semmit eljátszatni, ami, ami, ez nem élik. A csúnyán nézünk, kopaszra vágjuk, össze, avályok ezért dörmögünk a mikrofonba. ha, hanem, hogyha valakire én azt gondolom, hogy ilyen nehézségű, ilyen színészi feladatokat bíznak rá, akkor ez, az, ott mindenféleképpen valami. Meg az mindig egy borzalmasan nagy előkészületi életi. munkát igényelnek a szerepei. Nekem mindig csak ott le, hogy Brad Pitt ugye a mennyi időre beköltözött a cigányok közé, mikor játszott a, a, a filmben. De te, most írtan akartam mondani a igen, tehát ahol, ahol a, cigány boxolót játszotta, tehát hogy egy fél évig, vagy, negy, vagy három négy évig beköltözött közéjük. Tehát, hogy így... Hát én, én, mindig ezt szerettem volna, vagy én is ezt gondolom, amit te, hogy ez, ez, ezt tartottam már gyerekkoromban nagy teljesítménynek, de ez ugye mindenkinek más, más van a fejében, hogy mi az, amit csodál, vagy csodában néz kicsiként. Nekem ez volt ezek a drámai alakítások, és az utóbbi egy évben alakult ez ki nagyjából, uh -huh. hogy most pont ilyenek találtak meg, előtte is, csak most már, már volt, erre a volt a McDonald's, volt a Budapest, tehát sorban jöttek Igen. azokat. Igen. Bármit, beszélgetünk, hogy, ez egy. hogy én a, a, most megint ugye ezt nehezen vonatkoztatok el magamtól, főleg, hogyha színészkedésről beszélgetünk, a, a, már hogy a, az a kérdésem, hogy, hogy te mennyire tudod ezt ott elengedni. Nehéz, nehéz egyébként. Én, én például járok pszichológushoz. Most, most kezdtem el, az például elkezdett is segíteni ebben, de én ezzel nagyon tudatosan foglalkozok, mert mert most kezdtem el azt érezni, hogy például egy requiem, egy nap előtte, vagy kettő utána, de iszonyúan kell figyelni, hogy tud, hogy az az, tehát azt le tud választani arról, hogy ja, az nem az én kedély állapotom, nem én vagyok depressziós, éppen vagy depressziósabb ma, nem vagyok egyébként egy depressziós alkat, de így el tud egy picit így a állapotod véletlenül. És akkor rájössz, hogy van, ami ezt befolyásolja. Hát meditáció, sport, sport például. Tehát én torneozok otthon, mit tudom én. Uh -huh. Egyébként az arra is jön, mert rengeteget sétálok. Vannak, akik kifejezetten kezelik ezt a stresszt egyébként valamilyen ilyen ilyen technológiával. Nem akarok uh -huh. hülyeséget mondani, de én ezt ilyen prost, a, a most a izéről beszélek, a forgatásról, a forgatási uh -huh. élményemről. Például a, én kétszer elsírtam magamat a forgatás közben. Engem az anyám, az apám temetésén látott utoljára sírni, a, a Zsuzsi nem látott még sírni. Sosem tudtam, a, amikor a forgatókönyvet olvastam, hogy ez egy nehéz rész lesz, de azt, hogy én ezzel ilyen módon érzelmileg azonosulok, és elnézést kérek egy idegen kislánytól, aki a a, a kamerákkal körbevéve ülünk egy fa körül a fatövében, és elnézést kérek azért, hogy hogy halt meg, vagy hát elmesélem neki, hogy hogy halt meg mellettem az édesanyja és nem tudtam tőle így, így, nem hatásba kerülni. A végén is, a film vége is egy, hát egy ilyen nehéz rész volt, én nekem legalábbis, ahogy az én fejembe összeállt, hogy én ezt így elképzeltem, hogy hogy akarják ezt megmutatni, és ott is így, hogy mondjam, így eltört a mélycses, és ami a döbbenet a, a, az egészben, hogy azóta egy ilyen posztraumás stresszként élem meg ezt uh -huh. az egészet, hogyha egész egyszerűen visszagondolok rá, hogyha mesélek róla, beszélek a filmről, és a akkor gombóc van a torkomon, amit az nem tudok megmagyarázni magamnak, hogy miért. Egy kitalált helyzetbe kamerák előtt idegen kislányal elmondtam egy szöveget. És ez úgy épült be a, 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 a tudatom memóriámban, nem tudom mi, mibe, mint hogyha ez velem megtörtént volna ez az egész dolog. Szóval, hogy én például téged azért nem irigyelek egyáltalán, hogy mindig te kapod a pörkütet. <laughs> Hát alapvetően igen, de ugye nálad is a filmben, hogyha egy mondatot lehet mondani ugye a külön falkáról, hogy, hogy ott az a fajta ö, generációkon átívelő önhatalmúság és az a fajta önfejűség, ami, ami a kislány is produkál, illetve te is produkáltok, az egy ilyen nagy egységé forra, és az a filmvászlón tökéletesen átjön az, amit mondani akartatok, vagy amit, amit el akartatok. Oh, Ó, jó, mondom, én nekem nem tetszik, mert nem tudok elvonatkoztatni magamtól. Én magamnak nem tetszem. Egyébként meg ugye rengetegszer voltam már, hogyha nem is ültem még a bemutatókat, rengetegszer voltam ott a bemutató után, láttam embereket, felnőtt férfiakat, színészeket is zokogni a, 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 film után. Engem is, hogy mondjam, megérintett már a forgatás is olyannyira, hogy azóta Kálovi egyszer voltam hajlandó végignézni a, a filmet. Azóta se. Azóta se, hogyha ma is ugye meg kell este, a, meg nem mondom hová, a Zsuzsi nálunk ugye a programszervező, a, a filmről beszélni, bemutató után kell beszélni, most is természetesen úgy megyek, hogy én már a film végére fogok odaérni csak. Szóval, hogy, hogy nehéz, nehéz ezzel az egésszel, egyáltalán nem egy könnyű szakma. Na. Itt szembesültem azzal, hogy a film, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy egy jó fényképet csinálni valamiről, ami süt a nap is, terítőt is cserélte mindent, és mégis az ember 875 képet csinál, míg eljut addig, hogy na, ez így, így jó lesz. Mert Most képzeld ezt egy filmnél, ahol érzelmeket akarsz, ahol a látványnak is, a fényeknek is, a izének, a hangnak is minden, 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 mindennek stimmelnie kell, és az ott egyszerre ér ott össze az egész történet és hogy ezt ugye a rendező hogy mutatja meg, hogyan érezteti veled, úgymond, hogy jön át ez az egész. Vannak ugye ismerünk színész, vagy mi az rendezőket, akiknek ez soha nem sikerült. Ezzel együtt Hollywoodba rendez, és van hajnalkám, akikből Igen. meg... meg Hát a hajni, ő egy, meg ez, a, ez, az alkotás, ez egy, ez egy a, magyar, a magyar felhozatalban egy kiemelkedőnek számító, tehát pont beszéltük ugye kint, Igen. hogy akivel én beszéltem erről, és szakmabeli, az, az azt mondta, hogy ezt feltétlenül meg kell nézni, én azért nem tudtam még megnézni, mert mindig délelőtti időpontokban ment, de nagyon rég szeretném, de most elvileg fent lesz streamingen. Fent lesz. Hát én, ahogy felrakták az egyik oldalra, ahol ki lehetett kölcsönözni 990 forint, mm. egyből megnéztem, érdemes és megnézni. Én nagyon szeretném, megnéztem. és egyébként a hajni, én az egyetemről ismerem, tehát mi együtt jártunk az eszefére, és már ott egy ilyen eszméletlen kiemelkedő tehetségnek számított ő. Tehát ott lehetett tudni, hogy ő valami nagy, nagy Nem dolgot egy fog. egyébként. Például <laughs> az, hogy már csak azért is, mert az, hogy engem rávett erre az, hogy az, hogy a, az egész végigfogta a kezemet, az, hogy végigjött utánam, és, és, hogy, hogy segített úgymond jól összerakni ezt a képet, nagyon jól fölismerte azokat a, az érzelmi állapotokat, amikor, amikor el kell engednem, amikor Aha. hagyjátok a -e, menjen haza, inkább menjen haza. Volt nekem ott a atrocitásom, ott a, 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 az első asszisztensértől uh -huh. kezdve a mindenkivel is a, a hajnalkám azóta is barátom, az is marad, úgy néz ki, szóval, hogy, hogy közöttünk ez a fajta emberi kapcsolat szerintem így borzasztóan kellett, hogyha nem a hajnalkám, hanem egy másik rendező, akinek én az egyik színész vagyok, sosem lettem volna erre képes. Csodálatos Abszett. lelkű lány, tehát egy, tényleg Ingen. egy nagyon különleges személyiségű, amire én ilyen ti is azok vagytok, és, és én nagyon-nagyon szépen, az a baj, hogy egy órát tudnánk még beszélgetni, mert körülbelül annyi minden van, amit így ki lehetne vesézni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem egy jó hangulatú beszélgetés, és nem egy szokványos, egy ilyen egyszemélyes mély interjú. Nagyon-nagyon sok sikert és megbecsülést mindenben, legyen a sport, család, film, akármi színház, és, és akkor egy év múlva meg beszélgetünk újra, hogy kivel mi történt. Oké. Okay.